A BKV csak nem annyiért készül 75 buszt bérelni 10 évre, mint amennyiből 300 újat vásárol. Mert hogy azt is kell. Kétségkívül szükség van az új buszokra, ám ez a bérleti konstrukció végtelenül furcsa, és nem utolsó sorban roppant drága. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökét, Nemes Gábort kapcsoljuk. Jó napot kívánok, Gábor! Hűtlen kezelés gyanúja a közpénzek elherdálása miatt feljelenteni készül a BKV-t. Miért? Matekozzunk egy kicsit, mondjon nekem számokat. Hát pontosan a holnapi közgyűlésen az egyik napirendi előterjesztés az új autóbuszok vásárlása, amelyet maximálisan támogatunk. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy igenis a BKV-nak új autóbuszok kellenek, és ez a hitelszerződés, ez alkalmas arra, hogy akár 300 autóbusz is beszerezzen a BKV. Amit mi nem támogatunk, illetve kifogásolunk, az az, hogy ez mellett 75 darab vagy 70 autóbuszt szeretne bérelni a BKV úgy, amely nagyságrendileg egy autóbuszra levetítve is sokkal drágább, és a közpénzek elherdálását vonja maga után, mintha ez az új autóbuszos konstrukció valósulna meg. De mondja meg, hogy mi a probléma. Most kijött a BKV-nek egy közleménye, megmondom őszintén, itt gyorsan beleolvasok egy mondatot, azt mondja, hogy rágalmazza őket, és hogy minden áron le akarja őket rájáratni. Erről mi a véleménye? A BKV vezérigazgatója zsarolja a szakszereteket és a szakterken keresztül a munkavállalókat is, hiszen azzal fenyegeti őket, hogy ha a bérleti konstrukció nem jön létre, amit hangsúlyozom, sokkal drágább, akkor a kiszervezés, a bérleti konstrukciánál még drágább kiszervezés eszközét választaná, ami újabb járművek átadását jelenteni külső szolgáltatókra, illetve újabb elbocsátásokhoz vezetne, hiszen már az eddigi kiszervezések is elbocsátásokkal jártak, és jelenleg ez a bérleti konstrukció a karbantartói területen járna elbocsátásokkal. És azt mondjuk, és azt hangsúlyoznám ki, hogy ez a bérleti konstrukció, ami mindösszesen 75 darab autóbuszról szól, akár 21 milliárd forintot is elérheti, miközben 300 új autóbusz vásárlása a közgyűlési előterjesztés szerint 27,5 milliárd forintból megoldhatna. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, és még egyszer mondom, megítélésünk szerint ez a közpénzek elherdálása, és valóban ez már felvetíti, vagy felveti a hűtlen kezelés gyanúját is. De egyébként ugye ők azt mondják, hogy nincs más lehetőség, nincs kénzpénze a tarsolyukban, más megoldást nem látnak. Ön, ha ott lenne, akkor mit javasolna? Lehet más megoldás is? Hát ez az ellentmondás, hiszen ha végigolvassa a közleményt, a BKV vezérigazgatója 150 darab autóbuszról beszél, pedig a közgyűlési előterjesztés akár 300 autóbusz vásárlását is lehetővé teszi, vagyis hitelfelvételre képes most már a BKV, hiszen nincsen eladósodva, rendezték az adósságát, tehát igenis tud új autóbuszokat vásárolni, amivel nagyságrendileg olcsóbb, mintha a bérleti konstrukciót választanák, és még a munkahelyek védelme is biztosított lenne. Egyetlen szakmai bizottság sem szavazta meg ezt. Erről mi a véleménye? Nekünk azt gondolom erről az a véleményünk, hogy csak alátámasztja azt, amit az eddigiekben is elmondtam. Tehát mindenki, minden szakértőnek ez a véleménye, hogy az új autóbusz vásárlása gazdaságosabb. Nem hivatkozhat a BKV arra, hogy jelenleg nincsen erre lehetősége, hiszen igenis a holnapi közgyűlésben, az előterjesztésben, hogy ott szerepel, nem csak 150 busz, hanem akár megduplázhatóan 300 új autóbusz vásárlása, és ez, ami a legolcsóbb, és ez, ami legjobban a munkahelyek védelmét biztosítja, és az utasok szolgáltatását sokkal magasabb színvonalon tudja ellátni. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, meglátjuk, mi lesz holnap.